Sziasztok! Improv's Kitchen. Egy újabb verzióban. Ha megnézitek, őrült a kis tárház. Főzni is fogok ma, de nem ez lesz a fő téma, hanem amit megígértem, versenyzésről fogok beszélni, amiről már elég sokat beszéltem, de erről a témáról nem lehet eleget. Miért csúszol le egy brutál mezőnyben a 6., 7. helyezésre? Na most ezt fogjuk egy kicsit megvitatni, miközben főzöm a holnapi kajámat. Egyébként ezért is készül a videó, mert így idősporolok, illetve írni nem volt kedvem, sem időm. Úgyhogy most szóban mondom el, miről is van itt szó. Miért csúszok le a dobogóról, stb. Stb. Nos, térjünk ki talán először arra, hogy mire van szükség ahhoz, hogy egyáltalán a dobogós helyezést érhessen valaki el. Tehát egy szebb világban szükség volna, illetve van, mondjuk egy jó genetikára. Ja, egyébként közben felpromóznám az új sütőt. Figyeljétek, figyeljétek, most tettem bele a kókuszzsírt. Már felolvadt. Indukció, ez a jövő. Tehát vissza a témához. Érdemes összeszedni anyutól, aputól egy kis genetikát. Ha ez megvan, akkor ne fél siker. Érdemes képen lenni azzal, hogy mikor, mit kell kajálni. Nyilván ez egy rohadt fontos tényező, a genetika mellett az egyik legfontosabb. Továbbá szükség van arra, hogy jól tudj edzeni. Helyesen hasd végre a gyakorlatokat, tud, mikor, mit kell edzeni, mit, hogyan kell edzeni, miért kell úgy edzeni. Nyilván egy versenyfelkészülés teljesen más, mint amikor lemész hétköznap és gyurogatsz heti 3-4-5 alkalommal. Ezzel mind tisztába kell lenni. Ha ez mind meg, ezek megvannak, jön egy másik tényező, a kémia. Ezzel megint csak képben kell lenni, tehát hiába szurogatod magad, hiába szeded a danabolt, meg az ilyen okos dolgokat, 5 pofára, nem biztos, hogy jól fogsz kinézni. Miért? Mert ennek is megvan a módja. Mikor kell szedni, mit kell szedni, szúrni kell, rágni kell. Nem mindegy, sajnos ez sem, hogy hogyan és miként történik. Ennek is teljesen faszán be kell, hogy legyen lőve. Ugyanúgy, ahogy van egy étrended, meg egy edzésterved, jó esetben, vagy ha annyira profi vagy, akkor már az sincs. Érzed egyszerűen, hogy mire van szükség a testednek. Nos, ugyanígy el kell, hogy legyen tervezve mondjuk azt, hogy mikor, mit szedsz. Jó. Tehát ezek az alapvető dolgok, amik nem árt, hogyha megvannak. Menjünk tovább. Ha ezek megvannak... Jajajaj... Akkor... Szükséged lesz verseny előtt egy jó vízhajtás. Az utolsó hét, mint tudjuk, ott nagyon sok minden eldől. Faszán kell tudni időzíteni, el kell találnod a jó töltést,
meg kell találnod a vízhajtás megfelelő módját, és verseny előtt kell egy jó színt produkálni. A szín is nyilván nagyon sokat számít, milyen a megjelenésed a színpadon. Ez egyrészt a színen fog eldőlni, azon, hogy milyen a kisugárzásod, és hogy hogyan tudod magad eladni, vagyis hogyan pózolsz. Jól kell tudni pózolni. A szar testrészeket, lemaradt testrészeket el kell tudni rejteni, a jó fejlett testrészeket pedig előtérbe kell helyezni, úgy kell forogni, úgy kell pózolni, hogy ezeket kihangsúlyozz, erre hív fel a figyelmet. Tehát ez az egyik megközelítése annak, hogy hogy lehet sikeres versenyző, de azért vannak egyéb tényezők is, mint például az, hogy hol edzel? Ki az edződ? Ki az, aki felkészített? Ma már ez nem mindegy. Tehát, ha te egyéni indulóként szeretnél részt venni egy ilyen testépítő versenyen, akkor már ott kezdődik, hogy te az x-edik helyről indulsz, lehetsz. Nyilván, hogyha olyan kitűnő fizikumod van, akkor azért elég nehéz berakni mondjuk egy akárhanyadik, negyedik, ötödik, hatodik helyre, de nyilván azért a sportpolitika, amiről már hallottunk, meg amiket már sokan tapasztaltak, az erősen dolgozik ebben a szakmában. Tehát, ha te kis Józsi gymből indulsz, kis Józsival kézen fogva, aki ráadásul ott van, ott üldögél a bírói sorban, akkor nyilvánvaló, hogy te valószínűleg érdekes módon, még hogyha egy kicsit vizes is vagy, vagy szaraszín, szarapózolás, bármi, valószínűleg te egy jobb helyezést fogsz kapni, mert ismered azt, akit kell. Ebben nem most nagyon akarok belemenni, ez ha tetszik, hanem ez így van. De térjünk azért vissza ahhoz, hogy mi kell még ahhoz, hogy valaki sikeres, nem csak testversenyző legyen, hanem testépítő is. Tehát a tudás és a tapasztalat mellett azt gondolom, hogyha most példaként említek valakit, Kati Béla, nézzél meg tőle egy videót, egy motivációs videót. Mit fogsz látni? Hogy az ember az kikapcsol agyba, nincsen semmi, csak a gyúrás van, csak a vas van, csak az a gyakorlat van, azt kell végrehajtani maximális 110%-on, és mint a gép. És ez így megy, ez csak így megy. Ennek kell élni, ezzel kell feküdni, ezzel kell kelni, különben nem, egyszerűen nem tudod azt a szintet elérni. Nyilván kokszal meg ilyesmi dolgokkal lehet szépen fejlődni, de ez ad egy bizonyos pluszt, hogyha te tényleg mentálisan erre rá tudsz állni. Kicsit ilyen közhelyesen fogalmazva, erre rá kell szentelni az életedet, különben nem leszel ott, ahol egyébként lehetnél. Sok versenyzőből egyébként ez is az, ami hiányzik. Tehát, jó, háború van, nyomjuk, királyság, de ez egy színjáték. Tehát ez kurva jól meg lehet játszani, hogy kiposztolom az edzés előtt, hogy jó, be vagyok töltve, ment a privokat, meg mit tudom én. Azt lemegyünk edzeni, és akkor hát nyomjuk, jó, nyomjuk. Mégsem olyan ez az edzés, mint amilyennek kéne, hogy legyen. És nyilván egy versenyfelkészülés, mint ahogy már azt korábban említettem, a teremben is eldől, ahogy itt a konyhában is, és sok helyen. Tehát igazából kurva sok tényező van, hogyha megnézzük.
És ezekkel nem igazán számolnak a versenyzők, tehát nem akarok senkit sem megbántani, nyilván már ez egyébként sikerült eddig, nem egyszer, meg nem egy emberrel kapcsolatban, de el kéne ezen gondolkodni, hogy tényleg megvan benne minden, ami ahhoz szükséges, hogy én valaki legyek? Tényleg ki kell nekem állni arra a színpadra? Tényleg fel vagyok erre készülve? Tényleg akarom én ezt? Mert ha valami hibázik, valami nincsen meg ezekből a dolgokból, amiket felsoroltam, akkor kár az egész Herce hurcáért, mert megszületnek ezek a posztok, hogy igen, egy kurva erős mezőnyben sajnos csak 6. helyezést tudtam elérni, de megyünk tovább, nem adjuk fel, háború van. És ez miért jó? Tehát nem fogom én ezt sosem megérteni. Vannak, akik ilyen mentalitással versenyeznek évek óta sikertelenül, és nem veszi észre, hogy valami bazd meg nem jó. Valami hiányzik. Nem. Erőlteti, csinálja, nyomja. Tehát azt lehet mondani, jó, nyilván sokféle testépítő létezik, de ha most itt nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor van az a versenyző, aki akarja csinálni, de nem feltétlen tudja, és nincs benne ez a tűz, illetve van, aki akarja csinálni, akiben megvan a tűz, megvan az, ami kéne, mentálisan, lelkileg, de nincsen meg hozzá az a genetika, tehát szarájtvi magát, szét van kokszolva, és mégsem tudja azt a formát hozni, amit kéne, vagy amit szeretne. Nagyon ritka az, hogy minden klappol, és akkor tényleg azt lehet mondani, hogy ez egy jól felkészült versenyző, és érdemes ezzel foglalkoznia a továbbiakban. Már egyáltalán lehet ugye egy ilyet kijelenteni, mert hát érdemes ezzel foglalkoznia. Szép sok versenyző sorakozott fel az egyes kategóriákban, és akkor igazság szerint nem is a verseny miatt mentem ki, de mindegy, ez most lényegtelen. Elkaptam egy eredményhirdetést, amikor is a helyezett versenyzőknek járó jutalom egy salátamix, egy 1000 forint értékű Hebrisz utalvány. Nyilván jó, persze kaptak még 5-10 000 forint értékben, mondjuk a harmadik helyezett valami tárgykieget, meg mit tudom, ilyen csajok kaptak valami bacis fehérjét, mi ez, melltartó utalvány. De bazd meg, egy ember, aki nem tudom hány hete diétázik és salátán él, kap egy megpunyadt 125 g-os salátát, meg elmehet a Hervízbe, vehet magának egy zoknit, vagy tehát ez így hogy? Tehát érdemes lenne ezt, gyerekek, átgondolni, hogy hova lehet ezzel eljutni. Csak szét kell nézni, tehát nézzetek szét a versenyzők között. Akár a sikeres versenyzők, magyar versenyzők, Magyarországról beszélünk természetesen. Nézzetek szét, hogy mit lehet ezzel elérni. Tök jó ez nyilván reklámnak, hogyha olyan helyezéseket tudsz hozni. Mondjuk személyedzőként akarsz elhelyezkedni, ugye tipikus. Versenyzünk, jó, meg volt a 4. hely, személyedző leszek. Nyilván ez reklámnak egyfelől jó, de most nem rosszból ezt a felkészülésre szánt x 100 000 forintot, mert itt 100 000-ekről beszélünk, ezt ölt bele egy weboldalba, egy Google-is reklámkampányba, vagy bármibe, ugyanott leszel. Tehát így ennyi, menj el egy fotózásra, készüljél be ugyanúgy, ennyi. Tehát akkor nem lesz az, hogy jó,
megkaptad az ötödik helyedet, mert valami hiányzott, vagy mert épp olyan kategóriába indultál, ahol ott voltak azok, akik ismerték azt, akit kell. Tehát ilyen nincs. Szépen lefotóztatod a formádat, csitti-fitti megfotoshoppolod, weboldalra kiteszed, és ennyi. Ugyanúgy jönnek a vendégek, nem basztad magad gajra, fölöslegesen. Szerintem. Tehát ennyi, ennyit akartam igazából ezzel kapcsolatban elmondani. Vannak itt egyéb szépséges dolgok még a háttérben, amiről nem szeretnék beszélni, nem szeretnék még több versenyző lelki világába gázolni. De azt hiszem, hogy akinek van egy kis esze, azért látja ezeket a dolgokat. Ezt is tapasztalom, így a egy-két intelligensebb versenyzővel beszélgetve. Érdemes, érdemes azt gondolom ezen elgondolkodni, hogy ez mire jó ez a versenyzés, és igen, tehát legfőképpen talán azon kéne kicsit agyalni, hogy kell-e ezt csinálni. Megvan-e benned minden? És ha meg is van, hova lehet ezzel eljutni? Jó? Azt hiszem mindent elmondtam, amit szerettem volna. Közben a kis marhám is lassan elkészül. Úgyhogy itt a happy end. Gyúrjatok, edzetek! Okosan, ügyesen. Vigyázzatok magatokra, én pedig majd legközelebb jelentkezem. Sziasztok!